Köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Muster FM-en a 89,6 MHz-en. Mai No Profit című magazinunkban a Madár Barátok Nyíregyházi Egyesületét fogjuk nektek bemutatni. Itt ül már velem a stúdióban Jámbor István, az Egyesületnek az elnöke, illetve Pinke Béla, az Egyesület egyik tagja. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Megkérném Önöket, hogy menjünk már picit vissza a múltba, és mutassuk már be akkor a hallgatóinknak ezt az egyesületet, hogy mikor jött ez létre, és mi is volt ennek az egyesületnek a célja. Gondolom, akkor István fogja nekünk ezt megtenni. Igen, hát az egyesület az 26-27 éves. Tehát, hogy előtte még mennyivel voltak meg, ezt nem tudjuk, mert vannak öregek, akik már a rég múltban még más néven és szerepeltek ebbe, de ez 27 év, ez amit mi a 25-öt meg is ünnepeltük. Aztán, hát ez nagyobb részt úgy jön össze, hogy kevés fiatallal. Sajnos kevés a fiatal benne, és öregek csinálgassák másodszorba. Ez inkább hobbi célra jött össze ez a dolog, meg az egyesület is végül is olyan összetevőkből van, hogy ami csak a hobbi madarászatot irányítsa elő. Mit jelent ez a hobbi cél, vagy ez a hobbi madarászat? Hát saját keftelésre tartsuk. Na jó, most van túlszaporulat, azt ugye eladódik, az meggazdagodni nem lehet belőle. Ez csak... Tehát keftelés. Tehát olyan, hogy eltöltöm vele az időmet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy akár önnek, akár a tagoknak, akkor vannak otthon ilyen madarak, és akkor mindenki otthon tartja ezeket, vagy van az egyesületnek egy közös helye, ahová esetleg ezeket el lehet vinni, vagy azért az csak, már nehézkesen kivitelezhető lenne. Csak kiállításra vigyük közös helyre. Mindenki saját otthonába tenyészti a madarakat, tehát ő ott van madárszoba, kinek volierek vannak, tehát kinek hogy van, anyagilag is hogy engedi meg, hogy milyeneket csináljon meg, és akkor egy közös kiállítás van, ami októberben szokott lenni, a Végesi Műfházba, és akkor oda hát vendégek is jönnek, tehát Karcag, Miskolc, debreceniek, mi kiállításunkra. 2016-ban megrendeztük a Pannónia kupát, ami egy nemzetközi megmérettetés volt, úgyhogy aránylag az is nagyon jó sikerült. Közel 900 madár volt. Tehát ez nem egy elenyésző szám. Akkor már itt lehet, hogy nem is az egyesületről fog mi bővebben beszélni, hanem önökről, a madártartókról, illetve magáról a főszereplőkről, a madarakról, és akkor kikerülhetetlen a kérdésem, hogy hogyan kerültek önök kapcsolatba a madarakkal. Mert nem olyan, hogy is mondjam, olyan hétköznapi hobbi ez, hogyha fogalmazhatok így. Köszöntjük a rádió hallgatókat, elsőlegesen egy kicsit megkésve, de annál nagyobb tisztelettel. Hát ez, hogy a hobbit hogy mint lehet időben elkezdeni, ez relatíve, ez nagyon szélsőséges dolog. Minél fiatalabb korba kezdi valaki, annál intenzívebben. Tehát mi már a korunknál fogva nem tudunk enélkül meglenni, így is mondhatnánk, ami tényleg drasztikusnak tűnik, pedig nem az. És emögé kell mellé rendeljünk egy családot, mert az sem egy utolsó szempont, sőt, több, ez nagyon együtt kell, hogy legyen, létesüljön meg. Mi madarászok, galambászok, úgy mondhatnánk úgy, hogy vadászok, mert most elmúlt már június 1-én a vadászokkal voltunk óriási összejövetelen Ibrány városában, mint meghívottak. Mi majd a rádiót szeretnénk meghívni októberben arra a bizonyos kiállításunkra, egy tisztelet lenne, hogyha megtisztelnek bennünket. Azt, hogy ki milyen madarat tart, ez megint kinek milyen a saját igénye, kinek milyen a hely, ahol ezt meg tudja valósítani, mert nagyon nagy helyigényei vannak a kismadaraknak, a nagyobbmadarak. És ugye ez olyan dolog, hogy ha a hely megvan, akkor kell madarakról beszélni. A madaraknak nagyon nagy tartásigényük van. Ez nagyon-nagyon összetett úgy szint ez a dolog, mint ahogy láttuk, hogy itt a Hello Nyíregyháza milyen szint faktorok voltak kiállítva. Otthon annál nagyobb bővet, tehát ide mi kiállításokra bárhova megyünk, bármely város meghív, megpróbálunk eleget tenni a taktársainkkal. Ugye természetesen az István vezetésével, mert ő az összetartó epicentrum, és őnála szoktuk meg gyűléseinket mindent megtartani, úgymond.
ami nagyon lényeges, hogy a negyed évente szoktunk összejönni, amellett, hogyha valahol meghívnak, eleget teszünk, elmegyünk, és viszünk különböző féle madarakat, amire épp igény adódik ott. Mi Ibrányba is vittünk nagyon-nagyon sok szép madarat, ami igencsak, hogy megelégedést keltett az Ibrány város és a vadászoknak, akik úgy szint fogják viszonozni nekünk. Tehát a madártartásra egy kicsit bővebben. Kisebb madár, kisebb gond, nagyobb madár, nagyobb gond. Úgyhogy, mint a családnál, kisebb gyerek, nagyobb gyerek, tehát ugye ez nem fél. És a takarmányozat, a etetése, az megint teljesen külön, minden egyes féle madárnak más. Ugye ezt kell tudni megvalósítani, és ugye István mondta, hogy hobbi. Hát igen, ez hobbi, de mint minden hobbi, ez is egyre költségesebb hobbi. Tehát nem kell itt mellé beszélni a dolgokról, mert ez így igaz. Tehát kinek mire van lehetősége, kinek mi az anyagi lehetőség, amit megengedhet idézőjelbe saját magának, hogy milyen madarat fog tudni eltartani. Ugye zöme sajnos, mivel nincs fiatal utánpótlás, nyugdíjasok vagyunk. Azt kell mondjam, az Egyesületnek a 80%-et ugye merjük kijelenteni, hogy durván annyi ami, igen, ami nyugdíjas, és tehát inkább korosabbak. Szeretnénk, ha lenne fiatal, és hogy a szaporulatból adunk, kisegítjük egyik tag a másik tagot, színesítjük az ő palettáját, hogy más szín legyen. Ugye, aki a kisebbekkel, ők avval, mi a nagyobbakkal nagyobb, akkor azt adjuk. De, hogy mondjam, nincs rá igény. Fiatalok nem keresik, megveszik azt az egy-két kis madarat, mert megveszik. Tényleg igény van rá, mondhatjuk azt, hogy tényleg keresik, megveszik. Én mindig odaadom, mindig azt mondom, de nagyon jó gazdájuk legyenek. Nagyon sok tévés, rádiós megfordult nálam saját otthonomban, lakásomban, akik tényleg vitték. Jó, most a gyerekeim, lehet, hogy a lányom révén, akinek nagyon nagy ismeretsége van Nyíregyházán, ő általa, de jönnek és nézik, de nem tudom, hogy meddig fog ezt tudni így érvényesülni. Visszatérve Előnyíregyházán, mint ugye ott mondtam, volt, hogy 5-6 éve vagyunk helyszínen. Ez is megint azt kell mondjam, a régi ismeretségünk alapján kerültünk oda, hogy a városnak igénye. Előtte évekkel szintén a városba postagalambokat kellett minden áldott Előnyíregyházára este 17 órakor elengedjük a Kossuth térről. Ez is egy, amikor még a Bújtosiban más volt a vezetés, tehát ez abban az időben volt, és mi annak is elegettünk, nagyon sok száz postagalambot engedtünk föl, az is egy szimbólum volt. De most ugye a madarakra még mindig igény van, és ott vagyunk mindig három asztallal, de már tényleg 6 éve is mondhatjuk úgy, hogy 6 éve is ott vagyunk. Igen. És a város megelégedett, amellett, hogy nem igazán segít a város, nem igazán segít nekünk a város a kiállításoknál, ahol ott óriási igény volt rá. Ugye a műfázakkal nekünk vannak valamilyen szinten kapcsolataink. Én például más, de Galambász Egyesületnek vagyok a vezetője. Igen, régen én is már 20 évet mondhatom, hogy túl. Én a Városmajor utcán járunk mindig a műfázban, ott vannak összejöveteleink. Ha valaki elmegy, de megnézi, millió serleget ott hagytam. Direkt azért, hogy a fiatalok, hát ha valaki elolvas, hogy mégis hol voltak, melyik városban milyen serleg, és nem kis nagy serlegek vannak. De nem igazán. Most is megyünk e hónap 25-én, amikor lesz valamilyen fórum, egy ilyen szombati nyílt nap, ahol szintén el kell mondjuk azt, hogy mégis miért jött létre annó annak idején az Egyesület, milyen célból, hogy a fiatalokat hogy mint tanítsuk, és próbáljuk valamilyen szinten hozni, hogy legyen a madártenyésztés egy olyan, hogy tényleg egy hobbi, legyen az, hogy a levegőn legyen, kint a szabad be is nézzék, nincs rá érdeklődés sajnos. Mielőtt még Istvánhoz fogok fordulni, és folytatjuk ezt a gondolatmenetet, hogy ő hogyan került kapcsolatba a madarakkal, azért én most itt feltenném a kérdést, hogy igen, elég érdekes ez a dolog, hogyha kutyákkal vagy cicákkal foglalkozó egyesületeket tekintünk, akkor amellé szívesebben állnak akár támogatók, akár fiatalok, stb. Miért lehet ennyire háttérbe szorítva ez a madarászat? Igen. Nincs ez háttérbe szorítva, és a mindjárt Pista is el fogja mondani, hanem inkább az igényesség. Az, hogy a madarakat, ha bent tartjuk, ugye, mint ön is gondolom, családja nem akar elnézést, hogy a gyerekeknek igényük van rá egy pár napig. Mondjuk úgy, hogy egy pár napig. Nem menjünk el messzire, ugye az állattenyésztés, macska, cica, vagy egy kiskutya, nagykutya, vagy egy nyúl, húsvét, akkor ugye utána, egy pár nap után kikerül. Az pedig már nem egészséges dolog, hogy egy élő állatot nem tudunk velük foglalkozni, mert az én gyermekem épp idézően megunta. Akkor Istvánhoz fordulok, hogy ő hogyan került kapcsolatba
Hát nekem ez végül is galamba kezdtem. Gyerekkorban indult ez az egész. Aztán így szép lassan-lassan, mindig több. Aztán, hogy beköltöztünk Sorstvegyre. Itt aztán apródonként ilyen papagáj, olyan papagáj, többek között a fiammal, a kisebbikkel csináltuk közösen, habár neki is van külön madara, és akkor így lassan-lassan így fejlődött. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, hogy elértünk oda, hogy most mondhassuk azt, hogy tényleg van egy szép állományunk. Mit jelent ez a szép állomány? Hát ez nagy sándorok vannak, kis sándorok vannak, kanárik vannak, körülbelül 80 darab. Most udvari pávák vannak. Tehát ez ezek. Hát akkor ennek biztos, hogy kell is a hely. Hát van, kell, van hely is. Hát nekünk szerencse, hogy nem a lakásban vannak fent, hanem nekünk van egy 5x5 méteres pincerész, ami külön fűtéssel van, tehát amivel betartom a madarakat, kanáriakat, a nagy papagájok, azok volierben vannak kint az udvaron. Tehát fedett hely, meg. Aztán pávák ugyanúgy lefedve az udvar nekik, hogy ne tudjanak elrepülni. Tehát ezek nagyon sok munka benne. Ugye Béla említette az előbb, hogy vannak a kistestű madarak, és vannak a nagytestű madarak. Mikortól számít már egy madár inkább nagyobb testűnek? Hát ilyen fogalmakba is menjünk már bele egy picit. A papagájoknál létezik, amit István mondott, hogy a kistestű is nagyon szép, színes, olyan színkollekciókkal vannak, az a kanári és a gúda mandiga. Ők, amik tényleg kicsik és nagyon szép, ez nagyon szép egzotikus madarak. A hullámos papagájtól, ha fölindulunk, tehát ugye az már mindenkinek egy adott valami, hogy egy hullámos papagáj tényleg kicsi. De amit István mondott volt az imént, hogy nagy Sándor papagáj, az már azért nagy kategória. Hát az már ilyen. És az már csodálatos szép. A színbe viszont az most már vannak különböző színek, tehát nem különböző színek, sárga és kék talán, ha van, de itt Nyíregyházán nem hiszem, hogy valakinek van. Magyarországon talán egy pár sárga van, de mi részünkre ez megfizethetetlen. Tehát is, ahogy mondtam, volt, hogy a kezdetén, hogy ennek a takarmányozása, a fenntartása, ez nem kis költség, ez nagyon nagy költség, és ki hogy tudja megvalósítani. Ugye említette az udvari pávát, egy csodálatos, egy dísz, az tényleg az udvar dísze. De most ahhoz is neki külön a negyede udvara le van kerítve, fedve. Ugye azt nem mindegy, hogy mivel, hogy ragadozók és egyebek külső vadok ne férjenek hozzá. Na most, ahogy említette volt István a pincét. A pincében nekem nagyon szépen karitka sor, mint itt, hogy nézik ezt a szigetelést, ilyen kis fakokba el vannak különítve, és mindenhol külön. Külön párok vannak, ahogy ő ebben tudjon foglalatoskodni, és tudja, hogy melyiknek milyen a költése. Minden egyes madár részünkre, aki egyesületben van, gyűrűzve vannak. Tehát van egy azonosítási számmal ellátott minden egyet. Fiatal az idős. Úgyhogy nagyon összetett dolog, tehát nagyon sokat lehetne erről mesélni, mutatni, ugye én megmutattam, mikor Elonyíregyházán voltunk, milyen színekkel voltunk kint is, milyen különböző fajták. Ugye a kakadu, aki még valakinek úgy benne van a fejébe, az én unokám például azért van, hogy neki rózsaszín kakadu kéne, nem is, vagy fehér rózsaszín kakadu, azt meg lehet tanítani beszélni. De nem biztos, hogy ez is meg tudjuk fizetni mi is itt. Tehát összetett dolog mindentéppen, amellett, hogy nagyon szép, hobbi, tényleg nagyon szép hobbi, csak nem tudunk fiatalokat szerezni, hogy a hobbinkat tovább tudjuk adni. Én a családomban sem mondhatom azt, egyik unokám, hála jó Istennek, ragaszkodik hozzá, de mivel még 13 éves, úgyhogy még ő fog fordulni, úgyhogy nem biztos, hogy későbbiekben is fogja érdekelni. Most érdekel, nagyon érdekel. És ugye azért próbáljuk a kiállításainkat is úgy csinálni, hogy iskolásoknak, óvodásoknak ingyenes. Tehát csoportok jönnek, ebbe a menyem segít, tehát iskoláknak elküldi a meghívókat, meg mi egyéb. Elég sok iskola igénybe is veszi, eljönnek, ingyen van, és tényleg ebben tavaly éven szem 550 gyerek volt. Tehát akik óvodás, iskola, és vidéki falunkból is elhozták. És nem csak nyíregyháziak jöttek el. Tehát nagyon szép látvány volt az, hogy annyi gyerek volt bent.
És ha majd kérhetnénk erre a rádiót, amikor eljön az a bizonyos idő, mindenképp fognak önök kapni e-mailbe meghívót, hogy valami úton módon eljutatjuk, ez minden biztos így lesz. És ha lenne egy ilyen, hogy előtte egy ilyen beharangozás, hogy mégis legyen, hogy az a pénteki nap ingyenes az általános iskola, óvoda, bölcsődéseknek, és rengeteg gyerek, annyit kérünk, hogy felügyelettel, és majd ott mindig lesz koordinátor, aki fogja őket irányítani, vezetni, mikor lehet bejönni. Sőt, ha visszaigazolják, hogy hány órától tudnának ők jönni, az hát, lenne még a legjobb, de ez majd akkor, ha lehet. Általában mindig jelzik, hogy milyen időpontra jönnek, úgyhogy ez végül is. Azt mondották nekünk, hogy mi ebből nekünk a haszon, hogy ingyen engedjük be őket. Szeretnénk, ha minél több fiatal. Hogy mentül többen. És utána van, ugye arcokat megismer az ember, hogy a gyerekek szülőkkel visszajönnek még utána. Én azt veszem észre, hogy azért ezek a gyerekek szeretik ezeket a kis madarakat. Csak ilyenkor jön képbe ez a felelős állattartás, és én szerintem igaz. Halmozottabban, mint mondjuk egy cicánál, vagy egy megszokott házi állatnál. Jól így látom van, én ezt? Mert még a cicát nem kell takarítani, addig ugye a madarakat a heti rendszerességgel, meg még hamarabb is, ugye azokat takarítani kell, tisztán tartani, minden nap enni friss víz neki, tehát az, hogy szépen nézzen ki, meg szóval. Tehát manapság minden kis állatot kell, ami otthon van, lakásban takarítani, tehát tisztán tartani. Ez is egy nagyon jó, tehát ugye szintén összetett. A családban ugye voltak gyerekek és vannak örcsögök. Én nem fiatal vagyok, nagyon régen laktam a Szénatéren, bérházban, és a fiaimnak vagy a gyerekeimnek kellett akvárium halakkal. Kellett szintén akváriumban örcsög. Ugye nem volt ilyen 2000-es, ilyen modern, akkor még csak kis üveg akváriumban tettük a kis örcsögöket is. Mindaddig még ők volt igényükre, addig gondozták utána nem, tehát elajándékozgattuk. Ugyanígy vagyunk a madárral, adunk madarat mindenkinek. De én kategorikusan kijelentem, hogy el fogok menni megnézni, nem zaklatok senkit, hanem csak tényleg az, hogy a gyerek tudja, hogy mi a felelősség. Na most a madár, nem minden madár fogadja el a közelséget a gyereknek, főleg ha hirtelen nyúl hozzá, ugye csíp, repül. A cica nem csinál ilyet, ha megszokták, a cicát tudja simogatni. A kutya megint hozzánő az emberekhez, úgymond ma az az embernek a leghűbb társa. Ezt sem szabad szem előtt éveszük, de viszont a madár merében más fogalom. Nekünk a hobbinkhoz minket is harap a madár, minket is mar, de ezt el kell tűnni, tudjuk, hogy kell hozzányúlni, tudjuk, hogy kell betenni. Ha gyerekek jönnek, külön kijelentjük, hogy ne ugráljanak, ne zavarják, mert a madár megvadul, szalad. Ők ezt tudomásról veszik, és el is fogadják ott. Ott addig még nézi a felnőtt. Utána ők már próbálnak csintivéseket csinálni, hiába mondja neki, hogy megharap, megmar. Ő nem igazán, de otthon a szüleivel biztos vagyok benne, hogy valahogy elmondja a gyerek, hogy mit is mondtak ott ezek a felnőttek, mit mondott ez a bácsi, mit mondott ez a néni. És lehet akkor kezd el gondolkodni vele, hogy valóban. De amellett én mindenkinek azt javasolnám, hogy legyen, és a gyerekek ne bezárva legyenek egy szavába és a telefon, ugye meg a mai sajnos informatika előre haladunk vele, mert ők ebből nem hiszem, hogy fognak. Lesz, aki ebből fog megélni, de azért mégis a szabad levegőnk kint lenni, ugye most mondják, a madarakat járnak gyűrűzésre Ausztriában, nagyon szép dolog. Nagyon szép dolog. És minden szülőt arra próbálnák a lehetőségeihez képest, ha van lehetősége és kedvük, a gyereknek egy-két kis madarat valamilyen úton, módon, ha tud, biztosítsa. Most az jutott eszembe, nem tudom, hogy önöknek felmerült-e már ez a lehetőség, hogy akár egy olyan helyszínt találni, ahol pár madarat lehetne tartani, és akár mondjuk a középiskolás fiatalokat az iskolai közösségi szolgálat keretein belül foglalkoztatni. Tehát mondjuk, mint egy állatbarát alapítványnál, kimennek a fiatalok, ugye felnőtt szakember segítsége mellett gondozzák, etetik, sétáltatják a kutyusokat. Esetleg még egy ilyen is lehetne, hogy csak nem tudom, hogy lehetne mondjuk ezeket a madarakat úgy külön valahol tartani. Végül is lehetne egy ilyet, meg lehet vele próbálkozni, ha van rá igény.
Mert ez, hogy a helyiséget megvalósítani valahol egy közintézmény udvarában, vagy valahol, ezt így lehet elképzelni. Mint ahogy mondtam, Mótrián Városban utcán vagyok olyan kapcsolatban szerződéssel, írásos szerződéssel, ahogy a üléseinket csináljuk. Oda is most menjünk el, hónapban tudok minden madarat bemutatni, természetes dolog. Csak ez a legnagyobb baj, hogy a fiatalokat nem igazán érdekli, főleg a középiskolásokra visszatérve, tisztelet a kivétel. De ott idősebb és nyugdíjasok szervezetek vannak a MIFÁZ-nak a verkein belül, azoknak tudnám én ezt mutogatni és ecsetelni. Azok el is fogadják, magukévá is tudnák tenni minden biztosan, de lehet, hogy az ömének van is valamilyen kis jószág, ott van, mert nyugdíjasokról beszélünk. Visszatérve a fiatalokra, azért merem ilyen katalógusan mondani, még dolgoztam évek hosszú során, diákprogramban részt vett a cégünk, ahol dolgoztam, és én rengeteg diákkal dolgoztam, mind nyíregyházi főiskolások voltak, DOTEF-nak tanulói. Tehát azt kell mondjam, hogy diploma előtt álló fiatalokkal dolgoztam. Nagyon, ha valaki megvolt a fiatal, én maximálisan, sőt, mi többet tudtam velük elérni, időben, térben, mindenben, mint egy meglett emberrel, aki cégünknél dolgozott. Ez tisztelet a fiataloknak, mai napig tartják velem a kapcsolatot, úgyhogy van, de más volt az igényük. Más volt az igényük, viszont voltak kutyások, be is hozhatták, megengedtem nekik, sőt, rápacsalkodtam, hogy miért nincs a kutya előtt tiszta víz, miért nem kötött hűvösbe. Tehát lehet ővelük boldogulni, csak nem biztos, hogy a madár területén is most a madarak miatt vagyunk itt. Én bízom benne, hogy valamikor, én azért kértem az imént, hogy a szülőkkel fölvenne a kapcsolatot, inkább ilyen kiállítások révén, vagy több sajtó is, több így rádióműsorban, vagy így tévében, ahol megmutatjuk nagyon szívesen, de el is magyarázok, hogy mit kell vele tenni. De viszont ehhez kell egy szülő is, úgy a gyerek. És a nagyobb gyerek már nem fogja. A kisgyerektől tudjuk elkezdeni, nagy gyerekkel nem tudjuk már ezt elérni. Sajnos. Hogyha egy ilyen állatkereskedésbe megyünk be, akkor mi kapunk megfelelő tájékoztatást, hogy hogyan is kell egy ilyen madárral nekünk bánni, és most teljesen mindegy, hogy milyen madárról beszélünk, vagy inkább saját kutatómunkát kell végeznünk. Nem tudom, én még nem jártam ilyen állatkereskedésben ilyen célból. Annak a mondója vagyok, hogy ha madarat vásárolunk, elsősorban tenyésztőtől kell venni madarat. Kereskedésben is vannak, kereskedő válogatja, hogy még milyen. Így van. De a tenyésztőtől akkor elmondja, hogy ettől van, innen tudják. Tehát követni lehet a madarat. Egy kereskedésben veszek madarat, nem biztos, hogy lehet követni. Mert ugye a tenyésztőknél van tenyésztői szám. És megnézik a gyűrűszámot, vissza lehet következtetni, hogy ki volt a madár. Tehát úgy le sem tudja tagadni, hogyha netán valami van, hogy ez nem az enyém. De kereskedésben veszek egy gyűrű nélküli madár, meg nem tudom. Tehát nem lehet viszonylag követni, tehát mi vannak is kereskedők, akik tényleg éve felvilágosítást adnak meg, tehát, de ő sem tudja azt lekövetni, hogy ez a madár honnét származik. Vagy milyen fajból származik, vagy mik az ősei, vagy mit tudja. Tehát ezt ő sem tudja. Tehát a felmenői is, ugye, mivel a kereskedőkről beszélünk, és benne van a szóban, hogy kereskedő, ő a kereskedésért csinálja. Nagyon sok kereskedő megkeres minket, hisz Nyíregyházan két kereskedésről tudok én, ami legitim. Nem tudom, hogy van-e még azon kívül. Meg szoktak keresni. Én csináltam olyat, hogy azt mondtam, hogy ne haragudj, a mi tollunkkal nem szabad nektek ékeskedni, mert ez minket visszavág. Ha tényleg úgy van, én azért mondtam volt a kezdet, hogy megkerestek. Igaz, hogy a családom belüli révén, hogy kinek adtam és adtam madarakat, de kértem mai napig. Megvannak a madarak, mai napig gyerekek jönnek, és keressen meg minket bárki, hisz azért van nekünk a kiállításod, fel tudják velünk venni a kapcsolatot. Fog segíteni az István, hogy kinek milyen. Tehát kérdezzenek. Van katalógus, amiben benne van a nevünk, benne van a címünk, benne van a telefonszámunk. Tehát el lehet érni. És mi azért ragaszkodunk ehhez, hogy tényleg tenyésztőtől vegyenek, nem az, hogy a miénk, hanem az, hogy tudja, hogy mit vesz, mit visz haza. Keresnek minket, hogy megvettem itt, megvettem ott, semmit nem tudunk, és elpusztult a madár, mire hazajött, elpusztult a mi madarunk is. Persze, valakitől hát ez... elment, én tőlem öt nagy papagáj ment el, tavaly október 10-től. Most június 1-én volt az utolsó, elment, és nagy papagájra veszi, nem kicsi, egy se lett meg, mindegy. Ezt én vagyok a felületes, vagy nincs hozzá szerencsém, valami van, de elmentek a nagy madarak, és szebbnél szemben. És ami nagyon nagy érték volt már.
Az is egy másodlagos dolog, de viszont az, hogy a kisgyerekeket hogy mint tudnánk itt, amit István mondott, hogy minél többet kiállítást szervezni, bemutatókat szervezni, iskolákat, óvodákat igénybe véve, hogy legyenek szívesek hozzá kell, ingyen bérmentve a közlekedést oldják, meg megoldották eddig mindig, és itt tudjuk mi ezeket úgy mutogatni, hogy a gyerek hátra valahelyébb-utóbb igényt kap rá. Most az jutott eszembe, hogy ezeknek a kis madaraknak milyen gyakori mondjuk, hogy bármiféle olyan orvosi probléma lehet, ami miatt mondjuk állatorvost kell felkeresni? Nagyon ritkán fordul elő. Nagyon, hát eleve odafigyel, tehát ez az alap, hogy takarítom, tisztán tartom. És akkor olyan minőségi eleséget adok nekik. Na most az megesik, elpusztul. Van állatorvos, aki foglalkozik madarakkal, akivel, de nem igazán jellemző, hogy állatorvoshoz hordják. Nem igazán jellemző. Akkor mondjuk még akár ez is szólhat egy kis madárka tartása mellett, hogy annyira nem kell állatorvoshoz sem vinni, viszont a felelős állattartást azt mindenképpen szem előtt tartva. Gyógyszerezés az nulla, tehát mi egyáltalán nem gyógyszerezünk, tehát nem semmiféle. Vitaminon kívül mi más nem, tehát más nem adunk nekik. A többi az, hogy ilyen kaja, olyan kaja, jó drága kaja is van benne, de gyógyszert nem. Vitaminon kívül más semmit nem adunk nekik. Ugyanúgy, mint egy akármilyen állatról, bocsánat. Tehát összetett dolog, amit még ugye kell tudni, és nagyon kell, hogy hangsúlyozzunk, hogy ők nem csendes kis barátok, hanem eléggé szemetelnek és kiabálnak. Tehát ezt is hozzá kell tenni, tehát ez természetes dolog, ha nem, akkor saját magunkat is megvezetjük, nem szóval. Mindenkinek el kell mondani, mivel jár, meg kell mutatni. Én mikor jönnek, én mindent megmutatok. Milyen kis madarak van a pincében, milyen nagy madarak vannak kint, aminek a tartási körülményei merőben más mindegyiknek. Azt, hogy napi szinten kell itatót mosni, az természetes dolog. Kicsi ecsettel ki lehet mosni, megmutatom. Megmutatom, hogy harap a pici madár. Meg a kezemből simogassa meg, 2-3 napig üljön mellé, és ne a tanulás rovására, ezt is kategorikusan mindig kijelentjük minden egyes szülőnél a gyereknek. És bizony visszajönnek a dicsőség, mert azt el kell mondjuk, mert lehet, hogy ők is fogják hallgatni, hogy tanár házaspárnak a gyereke jött hozzám, és visszajött egy év után, hogy milyen kezes lett a madár, és jól tanul a gyerek. Lehet, ez nem zsarolás, ez olyan, hogy tényleg figyelemfelkeltés alapján, de próbáljuk meg, és legyen neki madár. Mikor, illetve hol lesznek önök legközelebb láthatóak? Vagy most már teljesen így az októberi? Csak az októberi. Nagy. Nem, mert még nem szóltak. Újfehértóra van egy ilyen baba-mama nap. Óvoda. Óvoda bölcsőre együtt van. Már most 3-4 éve meghívtak bennünket. Oda is elmegyünk minden éven, úgy, mint ide, hát csak nem ennyi madárral. Bemutatni nekik, szívesen látnak bennünket ott is, már most évek óta, és hát utána már csak az októberi. Na az, ami biztos, ez az október. Erről 18, egy-két mondatot beszéljünk október már. 18-19-20, ez ami biztos, az Alvégesi Műfázban lesz a kiállítás. Tehát a Honvéd utcai műveletesen. Honvéd utcaiba, és hát ott lehet látni legközelebb bennünket, de ha van közben, mint ilyen, hogy szóltak Ibrányba, mint a vadászati kiállításra menjünk el, természetesen szívesen elmenjünk bárhová. Így a beszélgetésünk végén akkor említsünk már meg egy-két elérhetőséget, vagy csak szerintem mondjuk meg akár a honlap címet, hogy hol lehet elérhetőséget találni önökről, vagy akár képeket nézegetni, milyen úton, módon tudják felvenni önökkel, akár fiatalok, akár szülők a kapcsolatot. Tehát bárki emennyét beüti, emennye pont, és akkor megjelenik a honlapunk. És akkor ott kiállítási képek rajta vannak évekkel visszamenőleg, aztán ki, hol érhető el, milyen madarakat tart, ezek mind fenn vannak. Csak az emenyét kell bejutni. Akkor rögtön ki, hogy madárbarátok egyesülete. Az, hogy most kinek milyen madár, az nem biztos, hogy egy érdeklődőnek valamit fog is mondani, de viszont elérhetőség cím és telefonszám, akár e-mail cím is az elérhető is az ott van. A telefonszám a leglényegesebb, és ugye telefonon, kontakton keresztül már tudjuk tájékoztatni, és hogy mégis mi az, ami érdekelni.
Akkor még meg kell mondjuk, hogy van bőrze lehetőség, ami látogatottság szempontjából az Újfejető, ami elérhető közelségben van, az igen, minden hónap harmadik vasárnapja. Nyíregyházán is van sajnos, ami tényleg az én szervezésemben vegyen 18-19 éve. Eddig valamikor a Buzatéren voltunk, ott nagyon nagy érdeklődés mutatott. Sajnos Örökösföldön vagyunk, az Örökös piacon nincs abszolút érdeklődés. Ha 20-25 ember van, akkor már hurázunk. Én ezt azért nem hagytam abba ezt a fajta lehetőséget, mert azt mondta az áltegészség, hogy ha én leadom, akkor Nyíregyházán még egyszer nem kap senki lehetőséget. Nagyon sokan próbálkoztak Nyíregyházán, ugye István is tud róla, hogy valamikor a kutyabarát, vagy nem tudom, a kutyás egyesületek, nem tudom a nevüket, ők is befutcsoltak, és nagyon sok város. Kétszer, azt hiszem kétszer volt. Nem, egyszerűen nem. Uh-huh. És ami még mellette szól, a város nekünk tényleg megadta a lehetőséget, teret, Örökösföldi piac lett az a zöldségpiac, ami be van kerítve, és tényleg azt kell mondjam, hogy kulturált körülmények között van. Minden hónap utolsó vasárnapján átalakítva, de ez írva vagyon ezt a várost, mindenhol tudják, hogy ez kimondottan kis állatbőrze helyszín. Azért mehetem említeni volt, hogy a kereskedők megkeresnek, jönnek, ismerem is ezt a kettőt, aki van, de nem igazán érvényesültek velünk szembe. És ezen a lehetőségeken azért merem mondani, hogy a rádióban hallják, hogy menjenek Újfejetőn, viszont van kereskedelmi kínálat, valóban csak meg kell gondolni, meg kell fontolni, és segítséget kell kérni tenyésztőktől, ami nem szégyen, hanem tényleg az erőrelátás szempontjából azt kell mondjam, hogy irdomos. És azért egyrészt beszerencsések vagyunk, egy olyan az állatpark támogat bennünket, az igazgató keresztül ő szokott bennünket támogatni, tehát ő legmesszebb menőkig mellettünk van, sőt azért mondhassuk azt is, hogy a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója Mészáros Szilárd, elég jó viszonyban vagyunk, de és ő azért elég sokat segít abban, hogy úgy, ahogy olyan áron megkapjuk a műfázat, hogy a kiállításunkat meg tudjuk csinálni. Na hát én remélem, hogy ennek a beszélgetésnek lesz többfajta haszna is, akár olyan, hogy még több segítséget tudnak kapni, vagy pedig még több, vagy esetleg több fiatal érdeklődik majd a madarászat, illetve a madarak iránt. Én nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy ellátogattak hozzánk, és akkor én már most megígérhetem önöknek, hogy az októberi kiállításon mindenképpen be fogunk számolni, és a hallgatóknak pedig ígérhetem, hogy meghívjuk a két urat, és akkor majd beszélgetünk előtte. Köszönjük a lehetőséget. Én köszönöm, és a hallgatóknak pedig további jó rádiózást kívánunk.